Hétfőtől újra betérnek a buszok a szekszárdi Kőrösi Csoma Sándor utcába. A Mérei utcában zajló ivóvízvezeték csere miatt a 4-es helyi járat megváltozott útvonalon közlekedik egy ideje, nem érintve a Kőrösi Csoma Sándor utcai megállót. A szekszárdi önkormányzat viszont a közel 140 millió forintos beruházás kezdete óta folyamatosan egyeztetett a Volán busszal, hogy az érintett helyi járatra az építkezés ellenére a Kőrösi Csoma Sándor utcai megállóban is fel, illetve leszállhassanak az utasok, minél kisebb kényelmetlenséget okozva így az ott lakóknak. Ezek a tárgyalások mostanra vezettek eredményre. Az önkormányzatnak még egy ilyen felügyelő segítő személyzetet kell biztosítani, aki a busznak a biztonságos megfordulását majd támogatja, elősegíti. Hát bízunk abba, hogy így az iskolába járóknak, a munkába járóknak és az idősebb korú bevásárlóknak is meg tudjuk adni azt a lehetőséget, hogy ezeket a feladatokat biztonságosan el tudják látni. A Kőrösi Csoma Sándor utcából a buszpályaudvarig munkanapokon a reggel 6 óra 20 perckor induló járattól kezdve a délután 5 óra 35 perckor induló járatig bezárólag az összes busz bemegy majd. Hétvégente pedig reggel 6 óra 35 és délután 5 óra 35 között közlekednek a járatok itt. A Botjánhegyre tartó járatokat pedig munkanapokon reggel 6:30 és délután 6 óra 10 perc között lehet itt elérni, míg hétvégente reggel 7 óra 10 perctől délután 5 óra 10 percig lehet fel, illetve leszállni a buszokról a Kőrösi Csoma Sándor utcában. Eközben folyamatosan dolgoznak a szakemberek az ivóvízvezetékek cseréjén a Mérei utcában. Hamarosan pedig elkezdik a fejlesztést a Babics, az Előhegy és az Akácfa utcákban is. Gyurkovics János, a megyei jogú város alpolgármester azt mondja, türelmet kér az ott lakóktól és az arra közlekedőktől. Több mint 8000 ember jut ezáltal minőségi, biztonságos ivóvízhez, mert mindenki előtt ismeretes, hogy rengeteg csőtörés és műszaki probléma volt, ami hát nagyon sok bosszúságot és természetesen nagyon sok plusz költséget idézett elő. A héten egyébként a Kiskadarka utcából egy ideiglenes csatlakozást nyitottak az Újfalusi utcába, hogy a környéken élők el tudják kerülni a Mérei utcában zajló munkát. A szekszárdi ivóvízhálózat fejlesztése a tervek szerint nagyjából 2 hónap múlva fejeződik be.